A NATO tagországok vezetői a Prado Múzeumban töltöttek fel az Észak-Atlanti Szervezet madridi sústalálkozójának záró napja előtt, miután meghívták Finnországot és Svédországot, hogy csatlakozzon a szervezethez, illetve elfogadták a NATO új stratégiai koncepcióját, ami a következő évtized irányvonalát határozza meg. Jens Stoltenberg kijelentette, a vezetők ma jóváhagyták a NATO új stratégiai koncepcióját, amiről beszéltünk. Ez egy teljesen új stratégiai koncepció. Az előzőt 2010-ben fogadták el. A mostani nagyon más, mint amiben akkor megállapodtunk. Ez világossá teszi, hogy Oroszország jelenti a legkomolyabb és legközvetlenebb fenyegetést a biztonságunkra, mondta a szervezet főtitkára. Amellett, hogy a NATO addig nyújt támogatást Ukrajnának az Oroszország elleni harcban, amíg csak szükséges, megerősíti keleti szárnyát, átalakítja gyors reagálású erőit, valamint az Egyesült Államok fokozza katonai jelenlétét Európában. Eközben Svédország, Finnország, Norvégia és Dánia vezetői a NATO új arculatú északi blokkjáról elmélkedtek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Finnország évtizedek óta, különösen az elmúlt évtizedben együttműködést, megerősített partnerséget épített ki a NATO-val, és kétoldalú együttműködést az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal, jelentette ki a finn elnök. Oroszország ukrajnai inváziója uralta a sústalálkozót, de a szövetség más irányokba is tekint, nevezetesen arra, amit Kína fegyverkezése miatt rendszer szintű kihívásoknak nevez. Ez azt jelenti, hogy miközben a NATO a tagság bővítésére készül, a NATO-n kívüli országokkal a partnerség megerősítésére is törekszik.